Tudni kell újjászületni, s élni boldogan. A búcsú perce, még a fáj is megmarad. Hlavacska Andrásnyira, a Liska József erősáramú szakközépiskola igazgatójára emlékeztek február 9-én délelőtt az immár Szent József Katolikus Elektronikai Technikum egykori és jelenlegi diákjai, pedagógusai, valamint a Gépipari Tudományos Egyesület tagjai Ázberényben. Iskolán korábbi évadója mellé most felkerül annak az embernek az emléktáblája, aki sokat tett azért, hogy az erősáramú, a Liska, vagy épp jelenlegi nevén a Szent József Technikum jól csinálja a térségben. Az intézmény képzési szerkezetének átalakításában, a jelenlegi struktúra kialakításában, az oktatási körülmények javításában, az iskola fejlesztésében kulcs szerepet játszott 24 éves intézmény vezetői munkája során Hlavacska Andrásné. Eredményei a mai napig meghatározzák az egykori Liska arculatát, szellemiségére ma is emlékeznek az utódok. Az az innovációs képesség, amivel az iskola mai napig arra hivatott, hogy a térség gazdasági igényeinek megfelelő szakembereket juttasson ki, és ennek megfelelően mindig úgy alakítsa a képzési struktúráját, hogy az a lehető legjobban és legalkalmasabban és emberileg is olyan tanulókat próbáljunk meg nevelni az intézmény falai között, akik méltóak erre a szerepre, és méltóak ez a hírnévhez, amit ő neve alapozott meg. Pályafutását villamosmérnökként kezdte a Berényi hűtőgépgyár villamoslaborjában, de végül a tanítást választotta az erősáramú szakközépiskolában, amelyet azután 24 éven át igazgatóként vezetett. Kapcsolata a gazdaság szereplőivel folyamatosan megmaradt, tagja volt a Gépipari Tudományos Egyesület háztartási gépek szakosztályának. Egykori kollégája és tagtársa emlékezett rá. A pályájának indítatása a szakosztály által közvetített technikai fejlődésre rávilágított számára, hogy az iskolában folyó szakmai oktatásnak szorosan, kéz a kézben együtt kell járni a régiónk ipari fejlődésével. Felismerte, hogy Ássák ideológió sikeres gazdasági fejlődéséhez, eredményeihez korszerű tervezőgépek mellé naprakész tudással rendelkező, a technikát ismerő szakemberek képzésére van szükség. Ennek elérése érdekében dolgozott és tett az intézmény szerkezet átalakításáért, profilbővítéséért több mint 2 évtizedes igazgatói munkája során. Az iskola falán elhelyezett emléktábláját a GTE háztartási gépek szakosztályának titkára Szikra István, valamint volt tanítványa, a Tudományos Egyesület tagja, a táblaavatás ötletgazdája Szikra Szabolcs leplezte le. A tanulói létszámot jelentősen tudta bővíteni, és tökéletesen kiszolgálta a környékbeli vállalkozásokat a számukra létszükséglet munkaerővel. Az ő tiszteletére is szeretnénk állítatni egy emléktáblát, és tettük ezt azért, mert a munkája nagyban támogatta a környékbeli vállalkozások munkáját. A megemlékezés koszorúit a GTE, az önkormányzat, az intézmény, az iskolai alapítvány és a család képviselői helyezték el a márványtáblánál.